Egy titkos utazó egy képregényhős nyomába ered. Szuper erővel rendelkező pókokat keres. Jönnek már! Beszél hozzájuk, és a pókok szemével lát. Föld alatt mászkál. Nem hiszem el, hogy találtam. És óriásokra bukkan. Magáról kellene írni, maga egy szuperhős. Ki ez az ember? Egy átlagos brit városban, egy átlagos cégnél, egy átlagos irodában van egy férfi, aki különös kettős életet él. Martin Nikolás. Martin egy vízkezelő cég üzletkötője. Mekkora az átfolyási sebesség? Rendben, hadd ellenőrizzem. De ez csak egy kalandos életfedő sztoria. Önök ezért 2700 fontot fizetnek, igaz? Markus, a következő néhány napban nem leszek, de ha kérdése van, hívja fel az irodát. Igen, minden jót. Viszlát. Bye-bye. Martin egy öreg templomban lakik, a vidéki Anglia mélyén. Itt él vele a felesége és néhány közeli barátja. Martin Anglia egyik vezető tarantella pók szakértője. Szabad idejében a világ távoli helyeire utazgat. Zavaros térképeket követ. Ritka pókfajokat fedez fel, végtelen feljegyzéseket készít. És publikálja is őket. Mióta az esemet tudom, lenyűgöznek a pókok. Gyermekkorom egyik legelső emléke, hogy egy ösvényen baktatok vidéken, ahol a nagymamám lakott, és figyelem, ahogy a sövényben a pókok legyeket esznek. A pókember is lenyűgözte. Egy fiú, akit megcsípett egy pók, és ettől olyan szuper képességekre tett szert, mint az erő, a falmászás és rettentő erős sejem készítése. Martin vállalkozott egy kalandra, hogy kiderítse, vajon a pókok tényleg rendelkeznek-e ezekkel a szuperképességekkel. És vajon mit tudnak még, ami a pókember hasznára lehet? Igen furcsa felszerelést használ majd. Martin útja a szemfényvesztés otthonában kezdődik. Vissza akart menni a pókember kitalálójához. Találkozni akart az elmével, aki a képregény világa mögött rejlik. A pókember megalkotója Stan Lee. Létezett valami különleges pók, vagy ismert egy pókkal kapcsolatos történetet, mikor kitalálta a pókembert? Egy szuperhőst akartam alkotni, akinek új szuperereje van, és képes a falakon mászkálni. De rájöttem, hogy az nem elég, hogy van egy hős, aki csúszik-mászik a falon, mint egy rovar. Ezért az első és legfontosabb dolog, ha szuperhőst alkotunk, hogy találjunk egy jó nevet. Ezért aztán agyalni kezdtem, és azon morfondíroztam, hogy hangzana az, hogy rovarember. Akkor legyen Mosquito Man. Na, ez még rosszabb volt. Légy ember? Hát talán. Végigmentem az összes rovaron, ami csak eszembe jutott, amikor elértem a pókhoz. Ekkor rájöttem, igen, legyen pókember. Spider-Man. És a legenda megszületett. De miért adott Stan olyan kevés pók tulajdonságot a hősének? Mert csak ennyit tudtam a pókokról, hogy falra másznak és hálót szőnek. Sok minden van, amit Stan nem tudott. Egy póknak vannak még más tulajdonságai is. Például mérget termel, és egyes fajok gyilkolni is képesek. Tényleg? Nem tudtam, hogy mérget termelnek, ez új nekem. És a pókoknak tényleg kívül van a testet védő vázuk? Igen, van olyan faj. Ezt nevezik exoskeletonnak. Na, ezt se tudtam, Jézusom, mekkora...
Van egy csivavánk, az is ekkora lehet. Létezik ennél még nagyobb pókfaj, vagy ez a legnagyobb? Dehogy is. Van olyan, ami 30 centi átmérőjű, az a legnagyobb. 30 centi? Úgy érti, ekkora? A világ legnagyobb pókja az óriás tarantula. Akkor ahhoz képest ez csak egy kölyök. Nem, ez közepes méretű. Akkor ettől nem kell elájulni, a másikat kellene látni. 30 centi. Akkora, mint egy lapos tányér. Fiam, a legjobb rovart választottam. Egy tarantella. Vagy tarantulát, ki hogy mondja. Olyan ez, mint a burgonya meg a krumpli. A feleségemmel folyton ilyeneken vitatkozunk. Megértem. Vajon mennyire valósak azok a képességek, melyeket Stan adott a pókembernek? Mi van még olyan, ami hasznos lehetett volna? Martin kutatása az arizonai sivatagban kezdődik. Milyen lenyűgöző ez a táj. Sok-sok évvel ezelőtt a dinoszauruszok is ilyen helyeken mászkálhattak. A pókok ősei résekben, sziklák alatt, vagy a fák közt bújtak el. Azért jöttem ide, hogy megtaláljam a leszármazottaikat. A legtöbbjük nem sokat változott a dinoszauruszok kora óta. És a legtöbbjének olyan szuper ereje van, amit a pókember is díjazott volna. A pókember megérez dolgokat, amiket nem lát. Vajon az igazi pók is képes erre? Martin szerint a sivatag legnagyobb és legegyszerűbb pókja rejti a választ. Ez egy madárpókféle, az Aphonopelma calcodes. Tökéletes hely az ilyen ősi fajok keresésére. Találtam is egy föld alatti vájatot. Right down here. Abból látszik, hogy ez egy rendkívül egyszerű pók oduja, hogy sejem fedi. Ezek a pókok nem arra használják a hálót, hogy zsákmányt fogjanak vele, ahogy azt a nagy kerekhálókkal teszik. Nekik annyi a céljuk, hogy elzárják a lyukat, amiben élnek, így a ragadozók nem kukkanthatnak be hozzájuk. Nézzük, itthon van-e. A pók vajon megérzi a felszíni mozgást fél méterre az odújától? Úgy érzem, rákcsálja. Igen, elkapta, és jön is kifelé. Itt jön. Nézzék, hogy lecsapott. Mindenit. Ez aztán kemény ütés volt. Nagyon ügyesen védi magát. Napközben nem hagyja el az odut. Nem fog kijönni. Ez a pók éjszaka aktív, ezért Martin majd visszatér, hogy megfigyelje, vajon megéreze olyasmit a pók, amit nem lát. És akkor szüksége lesz majd a felszerelésre is. Addig is összefut a pókok ősi rokonával, akinek szinte már sci-fibe illő védekezési stílusa van. Ez egy eszményi hely. Pont ilyet keresek. Egy kiszáradt folyópartja, ahol rengeteg kőhever szerte szét. Tökéletes, ezt nézzék. Ez itt egy pók skorpió. A pókok legközelebbi rokona. Amint látják, 8 lába van. Elől van rajta két módosult csáp és egy csáprágó. A csúszómászók között ez az egyik leghátborzongatóbb, amivel valaha találkoztam. Most megpróbálom megmutatni a védekező mechanizmusát, mert nála ez igen különleges. Jól van, menj csak bele, édesem. Martin egy mérgező anyagot használ, ami kálium-hidroxid és fenolftalein keveréke. Ez a reakció sav jelenlétére utal. Vegyünk egy önként jelentkező pókskorpiót. Rátesszük az indikátorlapra, aztán meglátjuk, sikerül-e rávenni egy kis védelmi mechanizmusra. Ezt nézzék. A mindenit. Jézusom!
Olyan a szaga, mint a legtöményebb ecetnek, amit el tudnak képzelni. Elképesztő. Nézzék csak. Nézzék. Ezek a fehér pöttyök az ecetsav nyomai. Ecet a javából. A háztartásban főzéshez használt ecet általában 10-20%-os. De a pókskorpió által kibocsátott ecet 84%-os töménységű. Ha én egy ragadozó állat lennék, aki meg akarja harapni ezt a kis skorpiót, akkor most tele lenne a szám savval. Vagy az arcom, ami még rosszabb, vagy a szemem. Ez hihetetlenül hatékony védekezési mód. Kíváncsi lennék, hogy a pókember mihez tudna kezdeni vele. Martin az ember elsődleges érzékszervét használja a kereséshez, a szemét. Pókember látása nem fejlődött azután, miután megcsípte a pók, de biztos így lett volna, ha ez a pók csípi meg. Ez egy ugrópók. Ettől a kis aranyostól még az arachnofóbiások sem félnek, mert nagyon barátságos kis arca van. Nekik van a legjobb látásuk az állatvilág élőlényei közt. Jobb, mint a sasé, a gepárdé, vagy más ragadozóké. Szinte tökéletes a látása. Fantasztikus élességű. Ennek a prédának csak két szeme van. A póknak viszont 8. Az első pár szemnek a perifériás látásban van szerepe. Mindkét oldalon rendkívül érzékeny a mozgásokra. Tehát, ha bármi megmozdul itt, vagy itt, azonnal érzékeli. Azonnal odafordul, hogy megnézhesse a két távolra látó szemével. Ezekkel hihetetlen pontossággal méri fel a távot, ami viszont rettentően fontos az ugráshoz. Ez a pók a testhossza 30-szorosát képes megugrani, ami olyan, mintha mi 45 méterre ugranánk fel. De ez még semmi ahhoz a szempárhoz képest, melyek a binokuláris szemek mellett helyezkednek el. Azok valahogy így működnek. Binokuláris nagyítólátásmód. Ezekkel képes ráközelíteni olyan messze lévő dolgokra is, melyeket különben nem látnának. Ez a két szem teljes összhangban működik a másik pár szemmel. Így lesz belőle olyan nagyszerű vadász. Ráadásul közel nem néz ki olyan idiótának, mint én. Ilyen szemek ellen a zsákmánynak nincs sok esélye. Alkonyatkor a tarantula egy olyan érzékét használja, ami a pókembernek is megvan. Képes megérezni a mozgást akkor is, ha nem látja, mi az, ami mozog. Ez esetben a zsákmányt. Annyira érzékeny, hogy az üregbe bújva is meg tudja állapítani, hogy zsákmányállat közeledik, vagy csak egy párosodásra hajlamos hím. Martin most belép a pókok világába, hogy kiderítse, hogyan csinálják. De ehhez először találnia kell egy gyanútlan hím tarantulát. Ennek a legegyszerűbb módja, ha lassan vezetünk, és figyeljük az utat magunk előtt. Hát, ha átvág előttünk egy az úton a reflektorok fényében. Meg is van. Ott van egy. Nézzék, hogy kiengedte a cáprágóját. Szeretne belém csípni? Nyugi. Remek. A tarantula lépéseit mi egyáltalán nem halljuk.
de a nőstények számára hatalmas jelentősége van a párzási folyamatban. Ezért elviszem most önöket a pókok rezgéseinek és lépéseinek világába, hogy kiderüljön, mit hallhat a nőstény, mikor a hím közeledik. Eljött Martin szokatlan felszerelésének az ideje. Először is beleteszem ezt a rettentően érzékeny mikrofont a lufiba. A lufi remélhetőleg erősítőként fog működni. Így mi is halljuk, amit a pók hall, és amit különben nem hallanánk. Nagyon cseles lesz. Benne van a mikrofon. Mehetünk is. Óvatosnak kell lennünk. Szét ne durranjon a lufi. Most szépen hozzáerősítem a fülhallgatómat a mikrofonhoz. Így én is és önök is hallhatják a pók lépteit. Martin nem teljesen azt hallja, amit a nőstény tarantula, mivel a pók a szilárd talajrezgéseit is érzékeli. De így is valami nagyon hasonlót hall. Fantasztikus! Apró lépteket lehet hallani. Hihetetlen! Soha nem hallottam még ilyet. Nagyon érdekes. Ilyen a lépések hangja. És mit hallhat vajon a nőstény az üregben? Ha én egy nőstény tarantula lennék, le lennék nyűgözve. Rendkívül különleges. Ilyen érzékekkel a nőstény gond nélkül megkülönbözteti egymástól a molylepkét és a hím tarantulát. A hím léptei talán párzó választ csalnak elő, nem vadászó ösztönt. Márti legalábbis ezt reméli. Nagyon óvatosnak kell lennünk. Itt a nőstény ürege. Nem látom ideként, ezért várunk egy kicsit. Hát, ha előjön. Türelem rózsát terem. Nem kell sokáig várnia. Ha jól látom, egy hím közeledik ott a sötétben. Igen, itt jön. Egy hím tarantula általában feromonok segítségével bukkan rá a nőstény odújára. Most sincs ez másképp. De ez volt az első lépés. Emlékeznek a rezgésekre? Tisztában van vele, hogy a nőstény a föld alatt is érzékeli. Ezért dobol néhányat a csápjával. Ha a leányzó válaszolni akar, visszadobol. Ez felbátorítja a hímet. De jön is a hölgyemény. Ez kissé agresszív volt. Hát nem gyönyörű. Mint egy igazi szőke bombázó. Valami különös történt. A nőstény beszőtte az üreg száját, hogy a hím ne tudjon belépni. Ez most vagy azt jelenti, hogy a nőstény már vemhes, vagy tele van tojásokkal. Vagy nemrég vedlett, vagy ez a pasas egyszerűen nem jött be neki. Mindegy. A lényeg, hogy nem engedi be a hímet az üregbe, és nem szexuálisan reagál a hím közeledésére. A hím a háló szélére teszi a lábát, de azért hálón kívül marad. Egy próbálkozást megér.
Hűha! Kijött a nőstény. De nem akar párosodni. Két csáprágó mélyet szegény kis hímünk fejébe. Ez biztos fájt. Nem tudom, hogy csinálta, de nagyon gyors volt. Attól tartok, a hím párjára talált, de nem abban az értelemben, ahogy azt remélte. Azt hiszem, az volt a baj, hogy a hím félrehúzta a selyemfüggönyt, amit a nőstény szőtt a bejárat elé. Úgy tűnik, a hölgyemény nincs nagyon párzó hangulatban. A nőstény most majd a föld alá vonszolja a szerencsétlen hímet, hogy végleg elbánjon vele. Érdekes, hogy a hímek mindig készek a párzásra, a nőstények viszont csak szezonálisan. Elég rizikós a hímeknek olyan nőstényt találni, amelyik végre kész párzani. Itt is van. Hihetetlen volt. Soha nem láttam még ilyesmit. Lehet, hogy pókember is így viselkedne, ha pókasszonynak hívnák. Martin elhagyja Arizonát, ahol azt mutatta meg, hogy milyen a pókok mozgásérzékelése. Most majd megmutat két olyan szupererőt, amikkel a pókember nem rendelkezik. A méregpermetezés és a messzelátás. Martin következő állomása Dél-Mexikó. Egy teljesen vak pókot keres, amely rejtélyes módon tájékozódik a sötétben. Furcsa érzékszervekkel pótolja a látás hiányát. Mexikó ad otthont a világ legritkább és legfurcsább tarantulájának. Egy fickó, aki már rátalált, így ír róla. Egy sápat, hosszú lábú barlanglakót találtam, amelyik a Rio San Antonio barlangrendszer agyagos talaján mozgott. Nagyon kevés tudós látott már barlangi tarantulát élőben. Én is szeretnék közéjük tartozni. Ez egy régi álmom. A barlangokhoz vezető úton Martin egy másik pókot is figyel, amely rendkívül érdekes hálót sző. A pókember is valami ilyesmivel ejtette csapdába az ellenségeit. Leginkább fák vagy kerítés oszlopok közé szereti szőni a hálóját. Ezért ez a legjobb módja, hogy rájuk bukkanjunk. Éles szemre van szükség ahhoz, hogy egy mozgó kocsiból észrevegyünk egy hálót. Alto! Alto, gracias! Azt hiszem, láttam egyet. Na, ez az, amit kerestem. Az arany hálót szövő pók. Ő szövi a világ legerősebb pókhálóját. Egy ilyen háló még egy 30 km/h sebességgel érkező méhet is megállít. Azt mondják, láttok már olyat, hogy kisebb madarat vagy denevért is elkapott. Ha olyan vastag fonal készülne a hálóból, mint a hüvelykujjam, akkor még egy jumbo jetet is képes lenne feltartóztatni. De nem tudom, ki próbálná meg. Indonéziában hatalmas bambuszgyűrű közepébe fonja a hálóját, amivel aztán az emberek halászni mennek. Megmutatom miért. Olyan erős, mint a nejlon. A háló hihetetlenül erős, a pók pedig gyönyörű. A pókfonál erős és rugalmas. Ezt Stan Lee is abszolút jól alkotta meg a pókembernél. Megmutatom, milyen erős ez a háló. Ez egy sima pingponglabda. Az én gömbérzékemet is jól mutatja. Elnézést. Szóval baromi erős. Akármilyen erősen dobom, nem szakítja át a hálót. Ráadásul el is veszi. Visszakaphatom a labdámat?
Természetesen a pók lepkék elkapására használja a hálót. Miközben a lepke küzd, a pók érzi a rezgéseket. A pók beleharap áldozatába, és mérget fecskendez bele. Majd egy szuper erős sejemmel tekeri körbe a lepkét. Felakasztja, majd nekiáll enni. Egy erős enzimet fecskendez a kis csomagba, majd kiszívja a félig megemésztett folyadékot. Térjünk vissza a tarantula barlangjának kereséséhez, amiben Peter Sprouse lesz Martin segítségére. Ez megfelelő területnek tűnik. Ezt említik a papírokon? Ez a hegy tele van barlangokkal. Pompás! Excellent. Buenos días. ¿Cómo está? Bien. Estamos cerca de la cueva. Sí, como a un kilómetro y medio de aquí. ¿Puedes llevarnos a dónde está la entrada? Megmutatja nekünk, Pompás! Right. Vámonos! Elértük a sziklát. Úgy tűnik. Ez már mészkő. Mindjárt megvan a bejárat. Nagyon meredek. Víz is lehet az alján. Igen, lehet, hogy vízesek leszünk egy kicsit. Lehet, hogy úszni is kell, meglátjuk. Ha pókot is találunk, nem baj. Ez a barlangrendszer az egyetlen hely, ahol ez a pók él. Szép kis barlang. Tűzkőnek is nevezik. Tűzkő? Jó név. Gondolom, kovakő is egyben. Igen. Még egyetlen egy pókot sem találtunk. Ezek nagyon idős kövek. Nem könnyű ilyen idős köveket találni máshol. Majd egy alagútra akadnak. Mi az? Aminek a mélyén lakik valaki. Mit fogtál? Ó, egy vak barlangirák. Nincs szeme. Egyáltalán nincs? Nincs. Apró kis teremtmény. A barlangi élet miatt van ilyen sápat színe. Egyáltalán nincsenek pigmentjei. Azért nincs színe, mert ha nincs szeme, akkor nincs szüksége színekre sem. Nem kell elrejtőznie. Udvarláshoz sem kell szín. Így van. Nézd, mekkora antennája van. Ezzel érzékel a vízben. Mindent letapogat. Most elkapta a kezemet. Mindkét csápjával elkapta a kezemet. A birkózásban ezt dupla járomnak hívják. Mesés kis állat. Na jó, azt hiszem eleget zaklattuk mára. Tegyük vissza. A vak barlangirák jó jel. Martin és Peter mélyebbre mászik a barlangban. Letapogatják a barlang falát. Majd végül... Martin, találtam egyet. Te jó ég! Istenem, ide nézzenek! Ez tényleg egy tarantula. Nagyon halvány. Mennyire különbözik a felszínen élő pókoktól. Nem hiszem el, hogy ráakadtunk. Habár ennek sincs sok színe, a rajta lévő szőr rezes, bronzos árnyalatú. A pók bőre átlátszó, így jól látszik a barnás testnedv. Első pillantásra egyáltalán nem tűnik tarantulának. Nagyon vékony és csupa láb. Sokkal inkább azokra a pókokra hasonlít, melyeket a kádban találhatunk. Ez egy olyan pók, amely az egész életét a teljes sötétségben tölti. Abszolút a tapintó érzékére van utalva. Az egész testét hihetetlenül puha szőr fedi, és jól látszik, hogy a mögülem érkező legkisebb légáramlatra is hullámzik a szőre.
Minden egyes szőrszál a központi idegrendszerhez kapcsolódik. Így a mozgásnak nem csak az irányát képes megállapítani, de azt is mi okozta. Azt is megérzi, ha csak mozgatom a kezem. Vagy azt, ha valami kopog a sziklán. Tökéletesen alkalmazkodott a teljes sötétséghez. Nincs szeme, de nincs is rá szüksége. Ide lent egyáltalán nincs fény. Ezért csak fel-alá rohangál a szikla falán, zsákmány után kutatva. Hihetetlen érzés, hogy ilyen közel lehetek a világ legritkább pókjához. Ezt a pókot csak ebben a barlangban lehet megtalálni. Elképesztő. Tényleg az. Vajon mit szól, ha megpróbálom kézbe venni? Lehet, hogy el akar majd ugrani, de egy próbát megér. Csak finoman. A mindenit. Soha nem gondoltam, hogy ilyet fogok tenni valaha. A kezemben tartom a világ legritkább tarantuláját. Milyen elegáns! Fantasztikus! Na jó, tegyük vissza! Köszönöm, hogy lehoztál ide. Fantasztikus volt! 500 méterrel vagyok a felszín alatt, hogy megkeressek egy apró, barna, vak tarantulát. Sáros és nedves vagyok. A csizmám tel is tele van vízzel. Rám támadt egy barlangirák, de ezt mégsem hagytam volna ki, a világ minden kincséért sem. Martin mexikói kalandja véget ért. Talált egy pókfonalat, ami olyan, mint a pókemberé, és megtalálta a pókot, amely képes a teljes sötétségben élni. Ezt talán még a pókember is hasznosnak találná. Utolsó állomásunk Dél-Amerika dzsungele. Martin Cayennebe érkezett, Francia Guyana fővárosába. Hallotta, hogy itt különlegesen nagy pókok élnek az esőerdőben. Köztük a világ egyik legnagyobb pókja, az óriás tarantula. De nehezebb rájuk találni a szabadban, mint ahogy azt gondoltuk. Amikor azt mondtam, hogy azért jövök Francia Guyanába, hogy óriás tarantulát találjak, nem éppen erre gondoltam. Az egész utca tel is tele van ilyen ajándékboltokkal, és mindegyikben millió számra lehet kapni a bedobozolt tarantulákat. Kezdem azt hinni, hogy a vadonban nem lesz egyszerű rájuk találni, mivel már mindegyik itt kucorog. Nem azzal van a gond, hogy egyesek elkapják őket. Nem is azzal, hogy valaki tartósítja, vagy esetleg el is adja. A gond velünk van, akik megvesszük ezeket. Higgyék el, a természetben sokkal szebbek. Soha ne vegyenek ilyet. Martinnak a dzsungel mélyére kell hatolnia, ha pókot akar fogni. De ez nem gond egy olyan országban, aminek a 80%-a dzsungel. Martin olyan üreget keres, ahol egy tarantula lakhat, de nem könnyű elég nagy odót találni. Ah. Ez olyasmi, amit keresek. Yeah. Jóval nagyobb, mint az átlag. Elég nagy üregnek tűnik. A tarantula nem maga építi az odót, mivel nincs olyan lába, amivel kiáshatná. Ezért rágcsáluk vagy szárazföldi rákok használaton kívüli odújába telepszik be. Jöhet a felszerelés. A tarantula kamera régi jó barátom. A precíz tervezés és a szigetelő szalag csodája. Némi fejlesztéssel már egy mikrofon is van rajta. Ez itt a fény. Ennek segítségével látunk a sötét lyukak mélyén. A kamera rész egy videókamerához kapcsolódik. És persze a legfontosabb a kerekek.
A világ legnagyobb pókja vajon idelent lakik? Kanyarodik. Hú, de mély. It's very deep. De nyomát sem látom a külső váznak, vagy az elfogyasztott maradékoknak. Nem láttam hálót, még csak foszlányokban sem. És annak sincs nyoma, hogy valaha lett volna. Az is lehet, hogy valami elkapta és megette. Vagy felkerekedett, és továbbállt. Vagy csak elsétált. De a legrosszabb lehetőség, hogy elkapták, bedobták egy vödör alkoholba, és most az egyik tárolóban pihen. Remélem, nem ez történt. Kár lenne. A vadászat folytatódik. Kutatás közben át kell kelni az erdő legnedvesebb részén. A vízzel elöntött területen élnek a szárazföldi tarantulák. Ezt a részt az év 8 hónapjában elönti a víz. Ennek ellenére a piros ujjú vagy közönséges madárpók itt lakik. Ez egy fán lakó pók. A piros ujjú madárpók egy kutya közönséges madárpók. A nevét egy hölgytől kapta, aki látta, amint a pók elkapott és megölt egy apró madarat. Hihetetlen védelmi mechanizmust fejlesztett ki. Ha egy ragadozó közeledik feléjük, amint éppen az egyik ágon mászkálnak, akkor levetik magukat a vízbe, és vagy sodródnak, mint egy bogáncs, vagy úszni kezdenek a víz felszínén. Azt hiszem, ezt be is tudom mutatni a mi kis barátunkkal. Nagyon szép. Ezek a nagy pókok azért nem süllyednek el a vízben, mert a testüket szőr borítja, és az kiszorítja a vizet. A pók tehát lebeg, mint egy csónak. Már csak eveznie kell. Tökéletesen alkalmazkodott a vízzel elöntött erdőhöz. Egy ugró tarantula, ami úszik. Nem tudom, hogy pókembernek kellett-e valaha úsznia, de ha igen, példát vehetne erről a kis fickóról. Ez egy alattomos fal. Nézzék, mekkora tüskék vannak rajta. Csak óvatosan. A pókok magányos lények, melyekre általában egyesével akadunk rá. De Martin rátalált arra bizonyos kivételre. Ez egy családban élő pókfaj, amely hatalmas hálót sző. Az általam eddig talált pókokhoz hasonlóan, ezek a pókok is nagyon jó tapintó és rezgésérzékelővel rendelkeznek. Ők is megérzik a mozgást a hálón keresztül. Meg is mutatom önöknek egy hangvilla segítségével, amely egy nagyobb rovar szárnycsapásainak rezgését utánozza. Mintha egy darázs akadt volna a hálóba. Nézzük csak, mi történik. Jönnek már! Hatalmas a tülekedés. A háló tetejéről is érkeznek. Több százan vannak. Hihetetlen. De pont így kapják el a zsákmányt is. Ha valami beleakad a hatalmas sejemhálóba, az összes pók megérzi a lábával a hálón keresztül, és rohanni kezdenek. Úgyhogy tényleg működik. Engedj el! Húha, köszi. Bocs, srácok, de nincs kaja. Mivel csoportban élnek, ezek a pókok jóval nagyobb zsákmányra is rávetik magukat, amit egyedül képtelenek lennének elkapni. Ha Stanley ezt tudta volna, lehet, hogy egész pókember hadsereget alkot. De térjünk vissza az óriás pók kereséséhez. Találtam egy újabb ígéretes lyukat. Elég sok hálófoszlány van körülötte. És az erdő talaját is feltúrta valaki. Ez jellemző rájuk. Na, vessünk rá egy pillantást, lakik-e bent valaki. Nagyon mély lyuk.
Ez biztos, hogy tarantula gödör. Mindenhol pókfonál darabok vannak. Ez itt az odú vége. És nincs benne semmi. Nagy kár. Roppant ígéretes kis üreg volt. Martin kutatása eddig eredménytelen volt. Holnap ezért segítségre lesz szüksége. De mielőtt aludni menne, megnézi, kik kóborolnak az éleple alatt. Egy régi ellenfélbe botlik, aki épp a petezsákon ücsörög. Tudtam, hogy rátalálok. A világ legveszélyesebb pókja. A brazil vándorpók. A mérge 18-szor halálosabb, mint a fekete özvegyé, és 10-szer halálosabb, mint a barna remete póké. Rettentő agresszívek, ezért vagyok ilyen óvatos. És ezért ugrott meg az adrenalin a véremben. Mielőtt az ellenmérget megtalálták volna, több ezer ember halt bele ennek a pókfajnak a csípésébe. Mivel ennyire agresszívek, minden közeli mozgás védekezést vált ki belőlük. Ha például épp padlót csöprögetünk egy cseprűvel, és felzavarjuk ezt a pókot, akkor képes és felszalad a seprűn, és belemar a kezünkbe. Számtalan pókcsípés így történt. Az egyik barátomat megcsípte egy vándorpók. A nadrágjában bújt el. A barátom felvette a nadrágot, és egy darabig semmi sem történt. De aztán a nap folyamán egy patakon kellett átvágnia. A patak összenyomta a nadrágot, mire a pók belecsípett a combjába. Elmondása szerint olyan magas hangon visított fel, amit csak a kutyák hallhattak meg. Azonnal kórházba rohant, ahol megkapta az ellenmérget. És azóta jól van. Nézzük, sikerül-e elérnünk egy kis védekezést. Nem akarom nagyon zavarni, mivel épp a petezsákon csücsül. Így is nagyon gyorsnak kell lennem, ha nem tetszik majd neki valami. Csáprágult ki? Ez az! Megragadta vele a csipeszt, és berántja a csáprágót. She means it. De jó ég! Még jó, hogy nem az ujjam volt. Emlékeznek, mit mondtam a seprűről? És ez jóval rövidebb, mint egy seprűnyél. Húha, most engem bámul. Jobban tisztelem ezt a pókot, mint bármely másikat, melyekkel valaha találkoztam. A Stanley meg akarja alkotni a pókember végzetét. A vándorpóknál szörnyű példaképet nem is választhatna. Majd ajánlom neki. Másnap reggel Martin némi segítséggel az óriás tarantula nyomára bukkan. Azt mondták, keressen egy Frank nevű férfit. Mondja, Frank, be tud vinni az erdőbe, hogy megkeressük az óriás tarantulát? Megmutatom, ha látni akarja. Mondjuk holnap. Pompás lenne. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, szakértő vezetőm lesz. Kitűnő. A dzsungel mélyén Martin végre úton van a világ legnagyobb pókja felé. Nem könnyű séta. 3 órája jövünk. Ha nem lenne velem Franklin, már rég eltévedtem volna. Martin egy félelmetes pókra vadászik.
Az óriás tarantula, ha megzavarják, szőrfelhőt bocsát ki magából, ami aztán beleragad a szem és az orr lágy szöveteibe, és iszonyú irritációt okoz. Ott van bent, a fában. Soha nem láttam, hogy egy ilyen rothadó fa aljában laknának. Akkor hát elő a tarantula kamerával. Próba, 1-2, 1-2. Mehet is. Ez itt szerintem egy láb. Bizony, ez egy láb. Ez az alteste, ez meg a lába. There's her legs. Ejha, megfordul. Mekkora szörny. Nézzük a hosszú lábait. Azt hiszem, ez tényleg hatalmas pók. Nem tudom megmondani, mekkora lehet pontosan, de a kamera eltörpül mellette. Hihetetlen. Hallották ezt? Hallották, ahogy ciripel? Ez az első védekezés. Ilyenkor összedörzsöli az állkapocs két oldalán lévő erős szőrszálakat. Olyan a hangja, mint a szalonnái, amikor sűr. Vagy mint a csörgőkígyó. És a célja is ugyanaz, mint a csörgőkígyónak. Figyelmeztető hang. De hagyjuk a figyelmeztetést, és nézzük meg közelebbről. Először figyelmeztet, majd meg akar harapni. Esküszöm, izzadok. Ez egy elég nagy üreg, de ő tökéletesen védi a testével és a csáprágókkal. Sziszeg. És mikor először benyúltam, szőrt is lövelt. Minden védekező mechanizmust bevetett. Azt akarja kifejezni, hogy nem szívesen lát, és tűnjek el végre. Nézzük, vajon elő tudom-e csalogatni a fogom segítségével. Jézusom! Kint van! Atyaisten! Nézzük, milyen nagy. Akkor most megpróbálom megfogni és felemelni. De ezt nagyon nem ajánlom senkinek. Istenem, nem hittem volna, hogy ilyet teszek egyszer. Megint szőrt lövelt. Ez később még viszketni fog. De nézzék. 3 centi hosszú a csáprágója. A föld legnagyobb pókja. Az óriás madárpók. Hogy meddig akarom még itt tartani? Nagyon remeg a kezem. Iszonyúan tud fájni, ha egy ekkora csáprágó belénk mar. Egy pók mérge csak a kisebb zsákmányra halálos. De egy ekkora pók mérge leteríti a kisebb kígyókat, gyíkokat, sőt, még egyes rákcsálókat is. Ha teljesen kinyújtja a lábát, akkor nagyjából 18 centi átmérőjű lehet. Még egyszer mondom, 18 centi. 5 éves koromban kaptam egy könyvet, amiben volt egy életnagyságú tarantulapók. Azt hiszem, ez volt az, amiért annyira megkedveltem a pókokat.
De soha nem hittem, hogy 30 akárhány évvel később egy igazi óriás tarantulát tartok majd a kezemben. Tudom, hogy nem mindenki gondolja így, de szerintem gyönyörű. Engedjük vissza. Újra otthon. Pókembernek is egyedülálló képességei vannak, de remélem sikerült bemutatni, hogy a természetnek is megvannak a maga szuperhősei. Martin küldetése véget ért. A pókok igazi ereje még Stanley-t is meglepte. A pókok a legtehetségesebb állatok a világon. Nem csoda, hogy maga is úgy érdeklődik irántuk. Szívesen újra kezdeném pókember megalkotását, mert most teljesen másmilyenre tervezném. Talán, ha legközelebb útra kelek, hogy 8 lábú barátaimmal találkozzam, ön is velem jöhetne. Az attól függ, hová megy. Ha mondjuk valamilyen ritka, egzotikus karibi szigetre, az nem lenne rossz. Vagy ha Rivierára, vagy mondjuk Párizsba megy, abban is benne vagyok. De ha valami borzasztó dzsungelbe megy, akkor aznap biztos, hogy találkozom lesz. Martinnak a következő útján is Stan nélkül kell szórakoztatnia magát. Ahogy azt most is tette. Lehet, hogy egy kígyó, egy mérges kígyó, egy ásp, ez a vakáció miatt van. Superment, mondtam. Bocs. Nem! A magyar változat munkatársai: Csorján Melinda, Endrédi Máté, Kapácsi Miklós, Kis István, Lajtai Erzsébet, Mihály Falvi Mihály, Hegyi Eszter. A magyar változatot a Masterfilm Digital készítette.